Rendőrségi fotókon az aranyékszerek és a rengeteg pénz egy része, amit az asszony lopott el. Egy férfi ismerősének a házába tört be, bárt a széken. Az áldozat éjszaka a munkából hazaérve vette észre, hogy valaki közel 20 millió forintot vitt el tőle. Néhány fél kettő körül telefonon tett bejelentést egy 54 éves bártaszéki férfi. Elmondta, hogy nem sokkal azelőtt érkezett haza a munkából, és azt tapasztalta, hogy a házába betörtek. Az ismeretlen tettes a bejárati ajtót befeszítette, és a lakásból eltulajdonított egy pénzkazettát, benne 15 millió forint és 5000 euró készpénzzel. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, ekkor kerül képbe az asszony, aki korábban többször is járt az áldozat házában. Egy helyi nőre terelődött a gyanú, aki az elkövetéssel kapcsolatba hozható. A nőt elszámoltatták, aki kezdetben tagadta a lopás elkövetését. Több ingatlanban kutatást hajtottak végre kollégáink bátaszéken, ott több mint 12,5 millió forintot, illetve nagy mennyiségű aranyékszert foglaltak le. A nő ellen végül lopás gyanúja miatt kezdtek nyomozni, a rendőrség azóta kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását.